Üdv mindenkinek, ez itt a Csak a Zene, a Trio TV Dunántúl magyar zene magazinja. Keddenként jelentkező műsorunkban a megyezenei eseményeivel, az itt felépő zenekarokkal, koncert és rendezvény helyszíneivel foglalkozunk. Aki nem csak zenét hallgatna, hanem a zenekarokra is kíváncsi, tartson velem. A mai műsorban lesz Esti Kornél, Well Hello, Sipőr Cernőre emlékezünk, lesz programajánló és Köles Eliza új klipje. Folytatjuk! Az Esti Kornél a múlt héten a szerda esti akusztik vendége volt a szombathelyi Agórában. Lemezbemutató nagy koncertjük előtt 3 nappal az idei első és egyetlen akusztikus koncertjüket adták szép számú közönség előtt. Most enyém az egész és magamban bármit mondhatok. Nem néz hülyének érte senki, én meg a mondatok. Most jelent meg múlt hónap végén az albumotok. Mennyiben más ez, mint az előző, vagy az előző 3? Abban más leginkább, hogy most értünk el odáig a zenekarra, vagy most ért meg annyira a zenekar, és ez a 4 éve vagyunk lassan most a Kristóffal, az egyik gitárosunkkal, és velem a tagjai a zenekarnak. Volt egy énekes váltás és gitáros belépés, és igazából ez egy hosszú folyamat, amíg odáig eljutsz egy ilyen nagy váltás után, hogy azt tud mondani, hogy teljesen össze van csiszolódva a zenekar. És más is volt az alkotói folyamat. Annyiban volt más, a legérdekesebb dolog az volt, hogy eddig nem hittünk abban, hogy mi így tudunk közösen dalszöveget írni például. Más lényeges is van, de akkor ezzel kezdem. Szóval mi is úgy gondoltuk, hogy a dalszövegírás ez egy ilyen nagyon ihletett dolog. Az csak úgy lehet, hogy így bepattan, és akkor ezt egyedül egy embernek a saját gyermeke is megszüli. És nagyon-nagyon időszűkében voltunk az énekfelvétel miatt, nagyon közeledett, és rá voltunk kényszerű, hogy összeüljünk 3-an a Dodival, ezzel a gitárosunkkal és Ágostonnal, a dobosunkkal, Lázár Ágostonnal, és egy alkalommal nekiültünk egy szövegnek, és addig gyúrtuk, addig alakítottuk, valaki hozott egy nyers változatot, és addig változtattuk, amíg mindhármának tetszett, és igazából ez is egy ugyanolyan folyamat, mint amikor egyedül alkotsz valamit, csak itt nem egy egész, egy komplet egészt szülsz meg te egyedül, hanem azokat a szavakat, meg kifejezéseket, és így nagyon-nagyon jó volt, hogy így tudtunk együttműködni. Ez egy jó tapasztalat. A másik nagyon fontos dolog a lemezzel kapcsolatban, hogy Ágoston a dobosunk nagyon aktivizálta magát így dalszerzésileg, és a lemeznek elég nagy részét ő hozta a zenei alapokat. Mennyiben más zeneileg vagy szövegi világában ez az album, mint mondjuk az előző? Hát nem akarom, hogy ez ilyen fellengzősen hangozzon, de szerintem érettebb. Szóval mi is idősödünk, már inkább 30-hoz vagyunk közel, mint a 20-hoz. És volt még régebben egy ilyen tini zenekar megbélyegzése az Esti Kornélnak, és hát úgy érzem, hogy nagyon messze vagyunk, szóval erre a lemezre egyáltalán nem lehetne rá passzintani azt a jelzőt, hogy tini zene. Más hatások érnek minket már ennyi idősen. Igazából az a lényege szerintem a zenénknek, meg úgy állunk a zenéhez, hogy saját magunkat akarjuk beleírni, azokat a dolgokat, amik minket motiválnak és minket foglalkoztatnak, és nyilván ez a kor előre haladtával változik, és az új zenei hatásuk által is például. Egyedül vagyok hűtlen, egyedül vagyok jó, egyedül egyszer élek, elég a hangok. Egyedül vagyok bátor, veletek csámogjuk, de veletek talán könnyen, mert igazán nektek vagyok. Thank you.
Az album mégis kijött CD-n, ahogy itt a riport előtt mondtad. Gondolkoztatok, hogy ki sem adjátok rendes, megfogható formában? Nem volt ez biztos, hogy kiadjuk megfogható formában. Igazából a megfogható forma az nekünk a legfontosabb, hogy ott van az a kis CD, ezért gürisztünk, meg tudjuk fogni saját kezünkkel, és akkor itt van, nem csak a neten van valahol bitekben eltárolva. Ez egy ilyen összegzés a zenekarnak, de ez igazából ez egy ilyen egység is, egy lemez, és mi ebben hiszünk, hogy ennek van jelentősége, hogy egy ilyen egy íve legyen az egész lemeznek, és akkor ez egy korszaknak az összefoglalása gyakorlatilag is. És igen, hát meg azért vannak olyan rajongók, akik szeretik megvenni a CD-t szerencsére. Mi ebből nem anyagi hasznot akarunk húzni, ez csak egy ilyen jelképes dolog igazából. Szóval, ahogy az interjú előtt említetted, volt, hogy megosztottuk a lemezt ingyenesen, csak úgy, hogy láttuk, hogy egy torrent oldalra borzasztó minőségben van feltöltve, és inkább megosztottuk, hogy hát ingyen elérhetővé tettük egy napra, hát valaki felteszi jobb minőséget, hogy ezt a borzasztót hallgassák. Felkerült, visszaellenőriztétek? Utána azon is gondolkoztuk, hogy mi feltöltjük, mert azt hiszem, hogy nem került fel, de azóta jobb volt, azt hiszem, a helyzet. A Well Hello nem csak Magyarországon népszerű formáció. A Cseh Tomás program a külföldi fellépéseiben segített az együttesnek. Ezúton üdvözlöm azon Well Hello rajongó ismerőseimet, akik Németországból elrepültek Angliába a múlt heti koncertre. Mi a most következő riportot a tavalyi büki fellépésen készítettük. Átrium színpadán és környékén már készültek az esti Well Hello koncertre. A zenekar Fluor Tomi és Diaz által alapított formáció, mely a Rakpart című dalával robbant be a slágerlisták élére. Az együttes 2014-ben alakult. A két énekes teljesen más egyéni stílussal létrehozott egy harmadik, közös stílust. Elkezdtünk közösen dolgozni, úgyhogy én csak dalt írtam, a Tomi meg írt hozzá szöveget, és így készült el az első dal, amiben a Hősök nevű csapatban Leki volt benne, és ott még én előadóként nem is voltam benne, aztán csináltunk utána egy számot, ami tök véletlenül készült el, úgyhogy benne lettem, mert a Tomi azt mondta, hogy szeretne bele vokalistát, csak még nem tudja, hogy kit, én meg földemoztam otthon, amit elképzeltem, és akkor így mondta, hogy nem tudom, ki ez a haverod, de akkor lehetne benne a számban, és akkor mondtam, hogy örülök, hogy tetszik, amúgy én vagyok. Szóval, hogy ez így nem volt így eltervezve, ezt így hozta a sor, szerintem meg így alakult, illetve elég jó barátok is lettünk időközben, ami meg talán még fontosabb is, mert így a színpadon is, meg így az életben is megtaláljuk a közös hangot. Húzd el a nautát! Speciálba csak önöknek. Hello, Lágy! Hello, Lágy! Csak erre az alkalomra kivörösítettem a szakállamat. És már lehet kicsit hasonlítani. Fluor Tomi fiatalon kezdte előadói karrierjét, míg Diaz zeneszerzőként vett részt több nagy sikerű lemez munkálataiban. Ami a színpadi rutint illeti, Diaz komoly hátránnyal indult. Hát azt sokan nem tudják, vagy akik talán láttak minket, azért én a Tomival jártam egy évig előtte fellépni, mármint a Well Hello előtt. Falunapokon meg elég érdekes szituációkban léptünk föl, szóval hogy gyűjtöttem és szívtam magamba elég sok tapasztalatot. Nyilván ő sokkal rutinosabb volt, de most jelenleg köszönhetően annak is, hogy a Well Hello létrejötte előtt, felléptünk egy évig közösen. Így tulajdonképpen teljesen ismerjük egymás rezdüléseit, tudjuk, hogy mire, hogy reagál a másik. Úgyhogy így abszolút most már egyensúlyban vagyunk egymással. Van konkrét korosztály, akit szeretnétek lekciózni a zenétekkel? Nem, abszolút nem volt ez így belőve, ahogy az sem, hogy ennek ekkora sikere lesz. Mi ezt így megcsináltuk, és mi nagyon szerettük az első dalokat, és szoktuk mondani, hogy szerelmesek vagyunk ebbe az egész felhelyős projektbe. Abszolút nem foglalkoztatott minket, hogy ez most tetszeni fog-e másoknak, nyilván nagyon jó érzés, de az sem volt tervben, hogy a tiniknek, az idősebb korosztálynak, vagy a még idősebbeknek, mert több vicces, hogy például anyukám barátai is hallgatják.
talán amit belőttünk, hogy azért a fesztiválos közönséghez mindenképpen szeretnénk eljutni, de úgy látszik, hogy ezt túl is lőttük, mert nagyon nagy rétegben hallgatnak minket. Lemez van már, hogy készül? Van egy 6 számos kis lemezünk, ami lemez formájában nem jelent meg, csak online, internetes felületeken van fent. Nem is tervezünk egyébként kézzelfoghatót, mi már így leginkább az internetes megoldásokban hiszünk. Aztán, hogy a jövőben lesz, azt nem tudom, folyamatosan csinálunk számokat, most jön meg a Soproni Fesztiválnak a himnusza, azt is mi csináltuk, illetve lesz egy feldolgozás dal, amit egy 1994-es dalt dolgozunk föl, ami szerintem szintén érdekes lesz, szóval így folyamatosan dolgozunk, amellett is egy viszonylag sok fellépésünk van. Sipő Cernő meghatározó alakja volt a megye rockzenei életének. 1972 és 1981 között a Lord énekes gitárosa volt, majd saját együttest alakított Sipőc Rock bennéven. Április 17-én vasárnap olvastuk a hírt, elhunyt Sipő Cernő. Utolsó Trió TV-s interjújával és egy büki koncert részlettel emlékezünk. Először is köszöntök mindenkit, Sipőc Rock Bandben, Sipőc Cernő vagyok az énekes, alapítótag. Azt szeretném először is mondani, hogy 20 éves a zenekar. Ma ebben az évben énekeljük 20. évfordulunkat. Tehát végülis én Lordban voltam Lord énekes, és abból csináltam egy zenekar, a Sipőc Rock Bandet, ami 80-as évek rock slágereit fogjuk játszani. Ma is, és általában minden ilyen koncert az, tehát hogy burit, inkább rock burit fogunk játszani, retro rock burit. Úgyhogy Lord, Edda, Bikini, P-Mobile, P-Box, ezeket a számokat fogok játszani. Hát a 80-as évek rockzenét, a dallamos rockzenét, ami a Deep Purple, Led Zeppelin, tehát a régi számokat játszunk, de mi van, csak magyarokat játszunk, tehát azért mondtam a Lord, főleg Lord 70%, Lord, Edda, Bikini, ez dallamos rock zenét inkább, tehát ez a mi stílusunk végül is. Egy-két saját számunk is van, amit játszunk ma is, meg szoktunk is, de jobban inkább ezekből az anyagból azokat játszok, amit a közönség ismer, és ez is jönnek azért általában mindig szoktak teltházas bulik lenni. Sörfesztiválokat fogunk játszani, meg hát főleg nyáron akkor nagyon jól megy, hál' Istennek. Lemez készül, vagy készült? Hát az van, hát régen volt, 97-ben, meg 95-ben, két lemezünk van, egyik a Fehér Galamb címmel, a másik pedig a Kőszív. Ez a kettő, de hát már régen volt ez, a CD-n jelent meg kazettán, akkor még kazetta is volt. Úgyhogy újabbat nem, már mondom, ilyen rock, retro rock zenét játszunk. Hát próbálunk igen összehozni egy olyan CD-t, ami a legjobb, ezekből a két anyagból, amit még csináltunk is, a legjobbakat lennének. Hát megpróbáljuk jövőre majd ezt összehozni, megpróbáljuk. Thank you.
A következő két hét programjait gyűjtöttük egybe. Egy perc program ajánló jön. Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen enne. Lehet kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban kitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Sosem hagy el a mászdid, azzal is pénzt keresel, hogy csak ászid. A borra valód gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Köteles Eliza neve elsőre a legtöbb zenekedvelőnek sem mond sokat. A Kimitjuk 2015-ös évadából, vagy a Hollywood hírügynökség főcímdala révén mégis ismerős lehet. A Sassy Girls című új dalával most mutatkozik be a nagy közönség előtt. Shake it up now, 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 shake it up now
Mára ennyi, de jövő héten is lesz csak a zene itt a Trio TV Dunántúl műsorán. Megtalálhatók vagyunk a www.triotvdunantul.hu/csakazene oldalon. Keress ránk Facebookon, YouTube-on, kedden megint jövünk.